Sziasztok, Cirok János vagyok, és ma egy olyan terméket fogok bemutatni, amit már 2019 óta folyamatosan használok. Nem látványos egy egészen apró kis szerkezet, de nagy segítségemre van a távcsövek, spektívek bemutatásában. A mai videóban a GSK adapterről lesz szó. Mikor először találkoztam vele, forgattam jobbra-balra, nem igazán értettem a rendszerét és a felhasználási célját sem. Hobbi természetfotósként nem igazán értettem a koncepciót. Ez egészen az első próbákig tartott. A GSK adaptert pillanatok alatt beállíthatjuk a telefonunkra. Úgy tartja a mondás, hogy a legjobb fényképező az, ami nálunk van. Ma már mindenkinek ott a zsebében az okostelefon. Ezzel a rendszerrel hatalmas távolságokra is elláthatunk, és gyakran könnyebb, mint egy profi fotós cucc. A vízállóságról már nem is beszélve. A modern mobilok már egészen jól bírják a vizet, és a spektíveket, távcsöveket sem kell igazán félteni. Ha egyszer beállítottuk az adaptert, másodpercek kérdése újra rögzíteni. A távcsőre vagy spektívre való rögzítés már trükkösebb. Meg kell találni a megfelelő távolságot. Ez olyan eszköznél, ahol állítható az okulár távolsága a gyerekjáték. Ellenkező esetben játszani kell vele kicsit. A következő lépés, hogy úgy helyezzük el a kamerát, hogy ne legyen sehol kitakarás. Mivel a spektív, az adapter és a telefon kamerája között apró rések vannak, érdemes letakarni az egészet valamivel. Ezzel elkerülhetjük a becsillanásokat és a szellemképeket. Ha ez megvan, elég a spektíven beállítani a fókusz, csak úgy nagyjából. A telefonunk kamerája képes viszonylag nagy tartományban finoman állítani az élességet. Elég rámutatnunk arra a pontra, amit fókuszba kívánunk hozni, a telefonunk teszi a dolgát. Ennyire egyszerű az egész, ezzel a setup-pal már tudunk fényképezni és videózni is. De a jó képekhez, videókhoz ennél azért több kell. Nézzük a leggyakoribb hibákat. Ahhoz, hogy jó képet kapjunk, először is kell egy jó eszköz. A minőségi spektív képe tisztább. Kevésbé torzít és elegendő fényt enged a telefonunk érzékelőjére. A jó spektív mellé kell egy jó telefon is és egy stabil állvány. Az ideális képminőség érdekében érdemes elengedni az automatikus beállításokat. Az automód nem arra lett kitalálva, hogy spektívet tegyünk a kamera elé. Először is állítsuk át manuális módra. Emeljük addig az álsebességet, amíg tűéles képet nem kapunk. Általában a másodperc ezred része már elég ahhoz, hogy a bemozdulásokat és a berázásokat kiküszöböljük. Második nagyon fontos beállítás az időzítő. Gyújtótávolságtól függően 5-10 másodpercet érdemes beállítani. Ez jelentősen csökkenti a berázódás esélyét. Statikus témáknál lehet igazán jól alkalmazni. Spektívek esetén érdemes alacsonyabb zoom értéket választani. Ha túl nagy a nagyítás, megnőnek a képhibák és zavaró lesz a levegő vibrálása, párás ködös idő esetén élvezhetetlenek lesznek a felvételek. Ezzel a beállítással olyan távolságokat is elérhetünk, ahova még egy milliós fotós felszereléssel sem. A videómód hasonlóan működik az előbbihez. Annyi a különbség, hogy alacsonyabban tartjuk a záridőt, ezzel több fényt engedünk a szenzorra. Ez azért lényeges, mert a telefonok többsége apró érzékelővel rendelkezik, és ha nem ideálisak a körülmények, azonnal elkezd zajosodni. Kezdőknek a videót javaslom, mert ott van sikerélmény. Egy 4K-s videóból rengeteg szép képet lehet utólag kiemelni. A jó képek esélyét emelhetjük, a 24-ről 60 FPS-re állítjuk a telefonunkat. Madarászok, hivatásos vadászok előszeretettel alkalmazzák. Nem fognak díjnyertes képet kapni, de dokumentálásra tökéletesen alkalmas lesz. Madárritkaságokat, bakokat, bikákat a zavarás veszélye nélkül képesek vagyunk megfigyelni és felvételt készíteni róluk. A tilosban járókról nem is beszélve. Legnagyobb örömömre a gyártók többsége úgy építi a távcsöveit, hogy a közelpont csak pár méter. Ezzel kiváló makrofelvételeket készíthetünk rovarokról, hüllőkről, rágcsálókról. Ezt a remek kis eszközt azoknak javaslom, akik már rendelkeznek spektívvel vagy tervezik annak beszerzését. Könnyű és kis helyet foglal, bármikor nálunk lehet. Ha megtetszett a GSK adapter, keressétek a Leitz Hungáriánál.